A 2020-as év mindenkinek rendhagyó volt, a járvány a Városvédő és Szépítő Egyesület életét sem könnyítette meg. Ennek ellenére Kocsis István, az egyesület elnöke elégedetten számolt be a tegnapi közgyűlésen, hiszen ebben az új helyzetben új ötletekkel és módszerekkel igyekeztek tartalmassá tenni a szervezet életét. Többek között ilyen, hogy a felnőttek és a gyerekek részére totóvetékedőt szerveztünk, és ez olyan küzdelem volt, hogy néha néhány másodperc döntötte, hogy kinek a első helyzet, ki a második és a harmadik. Ez mert mi úgy gondoltuk, hogy azok, akik helyt állnak ebben a nehéz időszakban, illő nekik valamit gyűjteni és átadni. Húsvét vasárnapján 18 nagy csomag sütemény vittünk a kórházi dolgozóknak, hát amit volt, ahol könnyes szemekkel köszöntek meg. De nem ez volt az egyetlen ajándék, amivel a városnak és lakóinak kedveskedtek. Tavaly augusztusban 60 gyümölcsfát ültettek el a Gerje partján, idén májusban pedig 3 darab keskeny levelű ciglefűzfát adományoztak a városnak, amit a Malom téren ültettek el. A járvány nem segítette a munkájukat, ennek ellenére számos programot sikerült lebonyolítaniuk. Nőnapi köszöntés, levendulás találkozó, csak néhány ezek közül. Az egyesület életének minden évben kiemelkedő eseménye az örökségvédő tábor, ahol idén is jó hangulatban a sümegi városvédő gyerekekkel töltöttek el egy hetet. A rendezvényeink újabban több generációs családi rendezvények. Tehát kivéve ezt a közgyűlést, úgy tartjuk, hogy a nagypapa, a apuka, a gyerek, az unoka is ott van. És ezt úgy gondoljuk, hogy egy jó dolog, erősebb a kötődés az egyesülethez, és remélhetőleg példát adunk másoknak is, hogy mindenkit várunk ebbe a barátságos, tenni akaró, összetartó egyesületbe, aminek a jelszava együtt a városét. Az ifjúsági tagozattal és a pártolókkal együtt jelenleg 109 fővel működik az egyesület, amely jövőre ünnepli 35. évfordulóját. Az előkészületek már el is kezdődtek, így remélik, méltón tudják majd megünnepelni ezt a jeles alkalmat.